Naponta friss témák, hírek. Biogyógyulás.hu. Az egészség legyen veled. Ez a mostani videó a sörélesztő fogyasztás előnyeiről fog szólni. Szeretettel köszöntök mindenkit! A kereskedelmi forgalomban lévő sörélesztő porok és tabletták inaktív sörélesztőt tartalmaznak, ami azt jelenti, hogy kandidások is fogyaszthatják. A sörélesztő a sörgyártás mellékterméke, és jellemzően a Saccharomyces élesztőgombák családjába tartozó gombák állítják elő malátázott árpából. A nemes sörélesztő egy jobb minőségű sörélesztő, finomabb is az íze. Ez a fajta sörélesztő kifejezetten étrendkiegészítési célból kerül előállításra, és tisztított nád, illetve cukormelaszon készül. A cukormelasz ugye az az anyag, ami a kristálycukor gyártása során visszamarad a cukorrépából, a cukornádból, tehát a lényeg, ami a növényben benne van, a vitaminok, az ásványanyagok, a nyomelemek. A melaszt feldúsítják még további mikrotápanyagokkal, és a gombák ezt a tápanyagokban gazdag masszát fogyasztva szaporodnak, majd később különböző eljárásokon keresztül inaktiválják őket, és elkészül a végtermék. A sörélesztő egy teljes körű fehérjeforrás, az összes aminosavat tartalmazza, kb. Az 50%-a fehérje, ráadásul növényi eredetű, így vegánok is fogyaszthatják. A sörélesztőben lévő fehérjék sokkal könnyebben emészthetőek, mint ugye a húsokban lévők, így nagyon hasznos például azoknak, akiknél az emésztés le van gyengülve. Kifejezetten magas a lizin és a triptofán tartalma, a lizin a herpesz kiújulás ellen, jó, a triptofán pedig a jobb alváshoz. Tartalmazza majdnem az összes B-vitamint, jól hasznosuló, természetes formában, így ha például nem fogyasztunk gabonaételeket, ugye a teljes gabonákban van a legtöbb B-vitamin, a sörélesztő egy kiváló étel, amivel természetes B-vitaminokat pótolhatunk. A B-vitaminoknak fontos szerepe van a stressz csökkentésben, a mellékvesék és a hormonrendszer megtámogatásában, növelik az energiaszintünket, támogatják a bőr, a haj és a körmek egészséget. Kulcsfontosságú az idegrendszer működésénél, illetve a zsír és a cukoranyag cseréhez is nagyon kellenek. Jelentős az ásványanyag és nyomelem tartalma is, főként cink, foszfor, szelén, szelenometionin formában és molibdén pótolható vele, de tartalmaz magnéziumot, kálciumot, rezet és vanádiumot is. A cink az immunrendszer számára kulcsfontosságú nyomelem, a foszfor az idegrendszer gyorsítója, a szelén és a molibdén pedig a máj regenerálásához, a méreganyagok hatékonyabb kiürüléséhez hasznos. A sörélesztőben lévő rostokkal kb. 20%-a rost, táplálhatjuk a hasznos baktériumokat a belegben, így azok több butirátot, azaz vajsavat állítanak elő. A vajsavról készítettem korábban egy videót. A sörélesztő kiváló beta-glükán forrás. A beta-glükán elsősorban az immunrendszer megerősítéséhez és stimulálásához nagyon jó, főként a vírusok elleni védekezés során. És végezetül tartalmaz glutationt is, mely antioxidánsnak fontos szerepe van a sejtek védelmében, a méregtelenítésben, a májregenerálásban, az inzulin rezisztencia csökkentésében. Az előbb elhangzottakból így az a következtetés is levonható, hogy a sörélesztő egy nagyszerű szuperétel, magas inzulin szint esetén, a prediabetes állapotában lévőknek és cukorbetegeknek is. Fogyaszthatjuk önmagában, én naponta egy-két kanállal szoktam enni belőle, salátákra is szórom, például leveleskel salátára, és sajthelyettesítőként is használom, főételekbe, levesekbe is keverhető. Az állaga és íze a reszelt sajthoz áll a legközelebb. Adható állatoknak és kisgyerekeknek is, a kislányom másfél éves kora óta eszi. Ha allergiásak vagyunk az élesztőre, első alkalommal csak egy nagyon keveset fogyasszunk belőle, és figyeljük meg a hatásait a szervezetünkre. A sörélesztővel csökkenthetjük a stresszt, sokszor szinte a fogyasztása után perceken belül megnyugvást tapasztalunk. Nagyon ajánlható az immunerősítő terápia részeként rendszeresen enni, illetve autoimmun betegeknek is segíthet. A hormonrendszerünk és az idegrendszerünk számára a B-vitaminok kulcsfontosságúak, tehát mindenféle hormonokkal, idegekkel kapcsolatos problémára ajánlható a bevitele, akár nagyobb mennyiségben is. Ha el akarjuk hagyni a szintetikus B-vitaminokat, amit én mindenkinek javasolni szoktam,
Ha le akarjuk csökkenteni a gabonaételek bevitelének a mennyiségét, a nemes sörélesztő a legjobb választás helyettük a B-vitaminok pótlásához. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha szeretnéd, hogy más is megtudjon többet a sörélesztőről, kedveld a videót, oszd meg másokkal is, feliratkozás után pedig kattints a feliratkozás melletti harangomra is, mert csak így fogsz kapni értesítőt a következő hasonló videókról. Nagyon jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóval, addig is az egészség legyen veled!